Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön a Gamer Pszichológia lezáró része, és egyben a nagy bejelentés, és hogyha az én közösségemhez tartozó, szereted a videóimat szerettem a munkásságomat, amit eddig csináltunk, és ahol együtt voltunk, akkor érdemes végig hallgatnod ezt a videót. Nem végig, inkább végig hallgatni, most a féle egy kis rádió vlogjon, mondjuk úgy, mert, mert ez nagyban érint téged is, akkor, hogyha a közösségem része vagy, az én videómat nézed, engem követsz, együtt játszunk, bármi, ilyesmi van, akkor, akkor tényleg hallgass végig ezt a videót, vagy nem tudom, egy igyekszem minél rövidebb idő alatt elmondani, tudom, milyen kis türelmetlenek vagytok. Nos, ugye az néhány videóval ezelőtt láthattatok egy laptopot, amit vásároltam, amit tök jó lehet hagymát vágni, az biztos. És ugye eladtam a teljes gamer felszerelésemet, a nagy gépe, a TV monitor, minden, ami eddig dolgoztam, eladtam, és most egy laptopról játszom, vagy dolgozom, hogy igyekeztem egy olyan laptopot venni. Az, az előző gamer pszichológia, előző részekben beszéltem arra, hogy válja, válja célá, és maradj meg hitelesnek, és hát igyekeztem tényleg annak megmaradni, hogy én egy gamer laptopot vettem, amit az eddig jelenleg játszó játékokkal, amikkel játszom, azok tökéletes Futnak, szóval uh, azért, na, na, de viszont oka van, hogy megvettem ezt a laptopot, és az ok, kedves hölgyeim és uraim, és mindazok, akiket szeretek és követnek engem, kedves családom, YouTube családom, most erről az, ez, ez szép kik, komolyan gondolom, tehát tényleg olyanok vagyunk, mint egy család. Nincs sok feliratkozom, de olyan embereket találtam meg, hál Istennek, akik ha hasonlulnak hozzá, vagy valamilyen szinten a gondolkodás mondjuk olyanok, mint az enyém. Úgyhogy ezért is kértem, hogy hallgass végig ezt a videót. Egy kis időre ö, megeshet, hogy abba maradnak a játékvideók, mert hogy a féle nyugdíjba vonulás történik most itt nálam. Ö, mire gondolok itt? Ö, semmi extra srácok. nekron és én el fogunk utazni. Egy hosszabb nyaralásra, az igazság az. Ez a nyaralás, ez nem egy vagy két hét lesz, akkor nem csinálnak egy ilyen videót, hanem egy ilyen hat és egy év közötti hónapokra, <gül> gondolok. <gül> valahol, valahol annyi ideig fog tartani. Úgy döntöttünk, hogy uh, körbeutazunk Európán. Na most, hogyan, hogyan van ez? És itt és így, így jön a dolog, hogy hát, akkor mi lesz, mi lesz? Várom a kérdéseket. Már, tényleg minden, minden kérdésre szívesen válaszolok egy másik videóban, nyugodtan kérdeztetitek. Én most így elmondom a nyers valóságot, de bármilyen kérdésetek van, akkor öm, nyugodtan lehet mondani, és sőt, még a ti segítségeteket is fogom kérni hozzá öm, ezzel az egészen kapcsolatban. Szóval igen, el fogunk utazni. Az a lényeg. El fogunk utazni egy 6 és egy év közötti, tehát 6 és 12 hónap közötti hosszú útra. Körbe fogjuk járni Európát, tehát tényleg kezdjük északtól délig, öm, Hmm. nyugatról, keletig, mindenhova elmegyünk, majd hogy nem az összes országba, amit, és egy-két országban is, ott is maradunk egy-két hónapig, hogy kielvezzük az -e országnak a területét. merre fogunk járni, észak franciaország konkrétan Párizs, ugye Amsterdam, Svédországnál, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Erdély, Görögország, visszafelé Olaszország, Dél-Franciaország, Spanyolország és Portugália a legvégén, és mindezeket az országokat szeretnénk végigjárni, úgyhogy egy kis mondhatni azt, hogy megcsappan a videók száma az elkövetkező hónapokban. Nem tudom, hogy Szeretnék még videókat csinálni, azt hiszem, de nem tudom, Európa mely részén fogunk járni, és hogy lesz elérhető az internet ebből a szempontból, és nem tudom, hogy hogy fognak ezek a dolgok alakulni, alakulni ebből a szempontból. Szeretnék még csinálni videókat, például ahol járunk, amilyen történetek, történeteket megtapasztalunk, azt szeretném nektek, veletek megosztani, mondjuk egy gamer videóban, és Íme egy másik nagy bejelentés, hát többé valószínű, láthatjátok, hogy hogy fogok kinézni. Igen, igen, négy, év, láthatjátok, igen, hogy létezem, létezem. Meg vagyok, én vagyok, az igen, le, többé valószínű, hogy ez is történik, láthatok engem is, nekronit is. Láthatjátok, hogy merre járunk, ha szeretnétek, ha kíváncsiak vagyok. És Íme itt jön az én kérésem felétek. Ha valaki járt bármelyik országban, Európa szerte, ajánljuk mert szívesen elmegyünk arra felé. Tehát nincs konkrét célunk, hogy hova megyünk, csak megyünk, és bármi érdekeset találunk, vagy javasolnak nekünk útközben, azt megnézzük. Mert miért nem? Mert szabadok vagyunk, és arra megyünk, ahol jól esik. Hogyha bármilyen javaslatotok van adott országokra, amit szeretnétek, vagy szerettetek, hogyha ott voltatok, akkor nagyon szívesen elmegyünk, és megnézzük. Szerintem nem lenne egy rossz dolog. Szóval, ha természetesen megoldható, ha úgy útban és vagy bármi, de szívesen elmenünk, Úgyhogy, srácok, ez van egyelőre, és ja, ez, ez ne, nekem speckő, ez egy nagy változás az életemben, mondjuk így, nem vagyok az a teljesen utazós típus, jó, ez képes persze London van élek, tudom, de szeretek elmenni egy-két helyre, nem vagyok az a nagyon utazós típus, de úgy gondoltam, hogy ez most így ránk fér, és kitaláltuk ezt az ötletet, összeszedtünk rá a pénzt, és és most el fogunk utazni, kielvezzük mindazt a munkák gyümölcsét, mondjuk így, és egy hosszabb időre ugye elhagyjuk Angliát, és körbeutazzuk Európát, és ebből a szempontból nem tudom még, hogy hogy fog alakulni a csatorna élet, és itt jön a, az igazi üzenet, hogy nem én se tudom, mit hoz a jövő. Egy év, majd egy év, ez azért hosszú idő, főleg, hogyha az ember utolva sok mindenen gondolkodik, átgondol és, és, végig gondolja, mit, hogyan és merre folytasson, és ez, ez így van nálam is. Szeretném fenntartani a csatornát egyelőre, meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, mennyire lesztek velem, mennyire maradtok meg az én közösségem, és itt szólnék minden TNA-shoz. Még mindig lehet csatlakozni hozzánk, viszont annyi változott, srácok, hogy be fogom tenni az adott videókhoz, és eme videónak a leírásában is, hogy kiknél kell jelentkezni, hogyha szeretnétek csatlakozni a TNA különböző szekcióiban, de azt már előre elárulnának, a warframe természetesen még mindig lehet uh, csatlakozni, mert vannak emberek, akik ezt viszik és fenntartják, ve a, a, a Battlefield 5-ben meg fog alakulni a tna Steam tehát Steam-en ott vagyunk, tehát bármikor, és és most nem, nem az olyan, hogy csatlakoztok még, ha nem is vagytok becsatlakozva bármelyik szekciójához ö, a, a TNA The Necro Army közösségének, hogyha már valahol szívben velünk vagy, akkor a mi közösségünkhöz tartozol. Szóval ö, ez a rövid mondani valója, és rajtuk áll ez a közösség, hogyan halad tovább. Én most kiveszek egy kis szünetet, ugye, ahogy a grc előző idejében is említette, ugye mondta, hogy a nyugdíva nyugdíj, nyugdíj, amelyek egy kicsit kielvezem az életnek más területeit is, megpróbálok hozni videókat úgy, ahogy tudok, nagyon szeretnénk. Vettem is egy kamerát igazából uh, erre az egészre, úgyhogy uh, tényleg látni fogja, hogy nézek, hogy néz ki nekroni, uh, merre járunk, és egy-két ilyen montásban, és egy kis sztor itt, szeretnénk veletek megosztani, mert van egy olyan érzés, hogy nagyon érdekes helyeken fogunk járni, és jó helyeken fogunk járni, és jó lenne, ha ezt így is látnátok. És az egésznek egy üzenete az, hogy egyrészt ugye, mi mondta, hogy egy nagy változás ez az életemben, és azt gondolom, hogy szeretnék ezzel egy utat mutatni arra, hogy egyrészt nem csak a gép előtt van élet, és ez nagyon-nagyon fontos, hanem azt, hogy ha valamit szeretnél elérni, akkor meg tudod csinálni. És ez az egész gamer videó, Uh, arról szólt, hogy, hogy, hogy Tűz ki magadnak azt a célt, és hajts érte, és megcsinál, el, el tudod érni. Akármi történik, el tudod érni. Az idő az, ami változik. Ha más országban élsz, ahol nincs csak lehet, lehetőségek, mint London, akkor az idő tolódik el, de a cél ugyanaz marad, és meg tudod csinálni. De lehet, hogy hosszabb idő alatt, de meg tudod csinálni. Akármi van, akármi történik, akármit veszel a fejedbe, meg tudod csinálni. És nekünk ez egy nagy cél volt nekronével és, és komolyan vettük, leírtuk, mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és eljutottunk ideig most már, hogy április 25-én konkrétan, vagy nem tudom mikor látjátok ezt a videót, tehát április 25-én már nem leszek Londonban, hanem valószínűleg Párizsban fogok lenni, és ott fogom tölteni a születésnapomat, mert ugye az 27-én van, úgyhogy srácok, így állunk. Uh, a kicsit nem, nehéz most így tovább beszélnem, mert, mert nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, és igyekeztem a négy év alatt mindig hallgatni a véleményetekre, és úgy alakítani dolgokat, hogyha arról volt szó, hogy az, az megfelelt. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy álltuk ez a témához, és várom, tényleg várom a kommenteket mindegy, hogy hol jönnek Facebookon, vagy ebben videó alatt, könyvcsők, hogy mit, mit, kérdeztek, ti hogyan csinálnátok tovább, vagy mit csinálnátok, vagy hogy, hogy ez az egészhez, és hát ja, nagyjából ennyi lett volna, hogyha lesznek kérdések, vagy lesznek mondani valók, akkor azt egy másik videóban meg fogjuk vitatni, úgyhogy ja, addig is köszönöm a figyelmet. A következő videó, ha még Londonban leszek, akkor gyorsan fo gyorsabban fog jönni a kérdésétekre a válasz. Hogyha úton leszek már valahol, akkor hát nem tudom, hogy hogy fog jönni a válasz, de amint lesz internetem, vagyis Észak-Európa különböző részén járok, akkor tömi színű, hogy gyakrabban lesz internet, és fel tudok tölteni egy-egy videót a kérdésétekről, vagy akármiről, de de most változni fog egy kicsit a csatorna és a feltöltendő videóknak a mennyisége és miensége is, de remélhetőleg a minősége semmiképp. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, várom, tényleg várom a kérdéseket, sziasztok!